Következő csokrunk szintén az Ardeco jegyében, maradunk egy kicsit még, szintén szürkében és fehérben, és a kicsi zöld, ami Mücklenburg hiával, egy kis jázmindával, valamint szukulensekkel készültek. Különböző rózsafajták vannak benne, Alemone, Dendrobium nobile, illetve a fehér Vandeorridea és Muscari, ami szintén egy kicsit ilyen lágyabbá teszi ezt a csokrot, az pedig egy kis szakábromélia, amit a két oldalán lecsünk. Ezt hálós levéllel ragasztottam le, igazából kartonpapír az alapja, de javaslom mindenkinek, hogyha teheti, akkor egy ilyen műanyaglapot vegyen, kicsit instabillá vált, úgyhogy én most elárulom ezt a titkot, hogy ha lehet, akkor legközelebb jobb, hogyha kartonpapír helyett valami műanyagkartont használunk. És egy egyszerű fa a mi fogója, és csinorral tekertük le, valamint egy gyöngyöt kapott itt a végén, illetve a Lojtól egy gyönyörű kis brost szermányoltam, úgymond. Tőlük kaptuk ezt a brost, és ez díszíti magát, ezt a kis legyezőt, hogy ezt átadnám akkor Évinek, és bemutatnám önöknek a csokrot. Egy kicsit itt így jobban rá tudsz fogni, mert most egy kicsit emiatt, hogy mondom, jobb lenne egy ilyen műanyaglapra ezt meg elkészíteni, és elbújtattam benne fiolákat, tehát azért ilyen kicsit hullámzók a levelek, ugyanis mini fiolák vannak be elbújtatva benne, és itt tartósabb az, hogy a rózsát például vízben találjuk, mert ragasztott technika is van benne, hiszen az oridák azok ragasztott technikával kerültek magába a csokorba. Köszönjük szépen, és akkor átadom a szót. Nagyon szépen köszönjük!